Veszprémben az Acti City Barátfüle éttermében tartott sajtótájékoztatón a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára, Veszprém polgármestere és az EKF vezérigazgatója írta alá azt a dokumentumot, amely megerősíti, hogy a minisztérium nemzetközi hálózatának segítségével tovább öregbíti a térség jó hírét nemzetközi szinten is. Megtörtént a hivatalos staféta átadás, ez pont egy héttel ezelőtt volt, a 2023-as év címviselő városai áttatták a 24-es címviselő városoknak a stafétát, és ezt nem csak jelképesen, hanem fizikai értelemben is megtörtént hivatalosan az átadó ünnepség, és már a hétvégén egyébként Bad Ischlenben nyitó ünnepséggel készülnek, jövő héten pedig Tartu városa indítja el a szezon, tehát ebben az értelemben hivatalosan is megtörtént a következő évad, már mint a 24-es címviselő városoknak az átadás. Mi, amikor az egész programot, és nagyon sokszor beszéltünk erről, amikor a programot megfogalmaztuk, akkor az alapvető küldetése az volt, és a zsűri véleményében is nagyon markánsan ez visszaköszönt, hogy a mi EKF programunkat azt a város stratégiához illesztettük. Tehát nem a városi stratégia mellett, a város szerves fejlődése mellett egy programot illesztettünk be, hanem ezt a lehetőséget, ezt próbáltuk a város gyarapodásának, a város életminőségének a javítására fordítani. Ez volt az alapvető célunk, és természetesen ez azt is üzeni, hogy mi az Európa Kulturális Fővárosa program eredményeit, azt 2024. január 1-én nem kapcsoljuk le, hanem ezzel a lendülettel, amelyet 23-ban elkezdtünk, ezzel szeretnénk továbbra is, ezen a hőfokon szeretnénk a 24-es évet is, meg természetesen ez utána következő éveket is végrehajtani. Készítettek a kollégát, tehát mi, és mindig kérdés az, hogy mi marad. Mi az, ami itt marad? Mi az, ami biztosan meg fog történni? Mindig ezt szoktuk mondani, hogy a legelső, amit ilyenkor mondunk, ami itt marad, minden, ami infrastruktúrális felújítás, az itt marad, azt nem fogja elvinni senki. Itt, ahol ülünk, ez az EKF finanszírozásnak köszönhető, itt létrejött egy új ingatlan, vagy egy új épület, de nem csak egy fizikailag új épület az, amit átadtunk, hanem átadtunk egy olyan helyet, ami a helyben lévők szolgáltatásait bővíti. Amikor az élet feltételekről, meg az életminőségről szoktam beszélni, akkor ez a kettőt, ezt mindig párhuzamosan kell nézni, hogy kell az alapinfrastruktúra, de kellenek a minőségi és bő szolgáltatási lehetőségek. És ugye kollégáim készítettek egy szlájdot, amin jól látszik, mert mindig nehéz, nekem is egyébként nehéz végigsorolni azokat az infrastruktúrális beruházásokat, amelyet megvalósítottunk. Ez mindegyik itt marad. És mindegyik úgy van, vagy mindegyiknek a működését úgy találtuk ki, hogy egyébként ez hosszú távon is fenntartható legyen. Tehát van egy olyan működési modell, hogy nem az önkormányzatnak a költségvetése az, amelyet terhel ezeknek az új létesítményeknek a fenntartása üzemeltetése, hanem mindegyik esetben van egy felelős üzemeltető, akinek az a feladata egyébként, hogy ezt a leghatékonyabban tudja üzemeltetni. De nyilván azt is mellé kell tenni, hogy de kellünk hozzá mi veszprémiek is. Tehát amikor fenntartható-e valami kérdés megjelenik, akkor azt mindig közösen kell érteni. Mert az fenntartható, amire van igény, hogyha mi veszprémiek egyébként használjuk ezeket az infrastruktúrákat. 23-ban bizonyítottuk, hogy igenis óriási igény volt egyébként ezekre az infrastruktúrákra. A Pannur Egyetem kampusz felújítása, a kulturális negyednek a teljes megújítása, ami itt mögöttünk van, a Rutner-ház megújítása, de én a gyárkertet is egyébként ebbe a körbe veszem, hiszen a gyárkert is egy olyan új infrastruktúra, ami soha nem volt a városé, soha nem volt a közhasználatában ez a tér. Most az Európa Kulturális Fővárosa Program örvén tudtuk tulajdonképpen birtokba venni ezt az épületet, és be tudtuk mutatni, hogy hogyan tudjuk közösségként hosszú távon is használni ezt a teret, és nem csak a nyári gyárkert bizonyított, hanem kipróbáltuk a téli gyárkertet, hogy egyébként télen hogy tudjuk ezt a megszerzett területet hosszú távon fenntartani, hosszú távon üzemeltetni. Tehát, hogy ezek azok, amik biztosan itt maradnak. De emellett a 23-as évben a hagyományos rendezvényeinket tudtuk megerősíteni, tudtuk
nemzetközi szintre, minőségben nemzetközi szintre emelni ezeket a nagy kiemelt rendezvényeket. Ezeket természetesen folytatni szeretnénk a 24-es esztendőben is, hiszen ezek a közösségi alkalmak azok, amelyek fontosak a helyieknek, mert az életminőségben, el szoktuk mondani, hogy fontos nyilván az infrastruktúra, fontos a szolgáltatás, de ugyanilyen fontos, hogy milyen viszonyok vannak egy-egy közösségen belül, és ahhoz találkozásokra van szükség, a találkozásoknak meg kell találni az apropóját, és én azt gondolom, hogy 23-ban ezt már bizonyítottuk. Tehát és lettek új rendezvények. Tehát, hogy a hagyományos évek óta gazdagodó, gyarapodó, nagy, kiemelt rendezvények, a Gizella napokat mindenképpen ide, vagy akár a nagy fesztiváljaink, a Veszprém Fest, vagy akár az utcazene fesztivál, vagy a tánc fesztiválja, ezeket gazdagítottuk 23-ban, és szeretnénk ugyanen a színvonalon tovább folytatni, de az EKF bizonyította azt, hogy bizony-bizony ezen az egyébként sűrű rendezvénynaptárban még bőven volt hely olyan különleges rendezvényeknek, amelyek 22-ben meg 23-ban bizonyították, hogy óriási igény van rá, tehát ezeket is 24-ben folytatni fogjuk. Ebbe a kategóriába tartozik egyébként a Holt Szezon Fesztiválunk, ami februárban szeretnénk elindítani. A Hosszú Asztal Piknik, ami egy különleges rendezvény, amit kifejezetten az LKF évre találtunk ide. Olyan igény van, olyan érdeklődés volt rá, olyan nagy sikere volt, hogy ezt mindenképpen folytatnunk szükséges. És a Gyárkert a másik olyan, amiről már az imént beszéltem, hogy létrejött egy olyan tér, amit fontos, hogy a nyári gyárkertet újra felé leszük, és újra gazdag programfűzérrel tudjuk erősíteni. És nagyon sok kisebb, illetve nagyobb rendezvény van még, amit 23-ba kezdtünk el, és olyan igény van rá, hogy mindenképpen folytatni szükséges, ezeket is szeretnénk folytatni. És három dologról még nagyon fontos, hogy beszéljek, ami már az örökség, hogy mi az, ami, hiszen nagyon sok építkezésünk volt a tavalyi évben, nagyon magasra tettük 23-ban a lécet, tehát fontos, hogy ezen próbáljuk ezt megtartani. Infrastrukturális beruházásokkal is készülünk még az idei esztendőben. Három olyan jelentős infrastrukturális beruházás esik 24 évre, ami már a 23-as évnek az örökségeként definiáljuk. A Börtönmúzeumot rövidesen meg fogjuk nyitni. Ez lesz a sorban az első, ami én azt gondolom, hogy a város turisztikai kínálatát fogja jelentősen bővíteni. A másik nagyon jelentős infrastrukturális beruházásunk az a Lackó Dezső Múzeumhoz kötődik. Egy nagy állandó kiállítással készülünk. Ez is ennek az évnek az első felében fog megtörténni. Veszprém helyetörténetére mindig nagyon büszkék vagyunk. Van is olyan mélysége, olyan gazdagsága ennek a történelmi múltnak, amit fontos, hogy megismertessünk. És egy nagy állandó, különleges állandó kiállítással készülünk, illetve reményeink szerint még május környékén pedig a digitális múzeumot fogjuk tudni a felújított egykori Dimitrov, vagy később Városi Művelődési Központ épületében, ami pedig egy igazi különlegesség, hiszen a környező országokban, talán Linzben van legközelebb ehhez hasonló típusú létesítmény. Ez azt gondolom, hogy szintén egy olyan attrakciója lesz a városunknak, ami nagyon sok turistát fog ide vonzani, illetve az itt lévő turistáknak tud egy különleges új megközelítésű, modern kiállító helyet, vagy turisztikai attrakciót létrehozni. Tehát programokkal is, meg az infrastruktúrával is próbálunk a 23-as lendületen tovább futni. 3500-nál több eseménnyel találkozhattak az ide látogatók és az itt élők Veszprémben és a Bakony-Balaton régióban, úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagyon impozáns szám, és ez 24 műfajban a kultúra minden ágát a legszélesebb értelemben véve megtalálhatták. Hogyha már az örökségről beszélt polgármester úr, akkor azt hiszem, hogy az utcakép programmal, az utcakép fejlesztéssel nyílott éttermek nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a belvárost élettel telítsük meg, és hát ez a számok is bizonyítják, hiszen 1.660.000 látogató fordult meg 2023-ban a történelmi belvárosban.
Úgyhogy bátran állíthatjuk, hogy a célunkat elértük, és ez is itt marad Veszprémben. Meggyőződésünk, hogy ez a pezsgés, amit ez a program létrehozott, ez a jövő évekre is ki fog tartani, és hogy változást sikerült elérnünk a belvárosban. Az Európa Kulturális Főváros program öröksége. Igen, ahogy már polgármester úr említette, a Lackó Dezső Múzeumot. Készülünk egy visszatekintő kiállításra, ami az Európa Kulturális Fővárosa programot hivatott bemutatni, illetve teljes komplexitásában megjeleníteni, hogy akit esetleg egy-egy rendezvényen vett részt, az összefüggéseiben is meg tudja ismerni a programot, és meg tudja érteni, hogy mi miért történt, és hogy egy régió milyen értékek és koncepciók mentén tudott együttműködni egy egész éven keresztül, illetve már a felkészülési években, és hogy ez milyen hosszú távú célkitűzéseket állít elénk, és milyen lehetőségeket rejt magában egy ilyen több éven áttartó együttműködés. A Művészetek Házában a tavasz folyamán indítani fogunk egy olyan kiállítást, ami a program ideje alatt képzőművészeti alkotásoknak a legjavát fogja felsorakoztatni, hogyha valaki esetleg az év során lemaradt ezekről a különböző helyszínen kiállított alkotásokról, akkor itt most a Best of LKF-ként megtekintheti a Művészetek Házában. Aztán nagy örömünkre szolgál, hogy az olyan szép teljesítményeket elért önkéntes programunk, akik minden rendezvényen találkozhattak az önkénteseinkkel, akik tényleg úgy támogatták szívvel, lélekkel ezt a programot, hogy ez példaértékű. A Pannon Egyetem tovább viszi ezt a programot, és az önkéntességet és az önkéntesség kultúráját az egyetemistákkal és a városlakókkal közösen tovább viszi, úgyhogy azt hiszem, hogy ez Veszprémnek igazán a nagy értéket fog képviselni a jövőben is. A Hangár Zenei Központ, ami egy alternatív zeneiskola, ahol a fiatalok és az idősek alternatív módon tudnak a zenéhez kapcsolódni, hiszen mi UNESCO a zenevárosa vagyunk Veszprémként, ez a továbbiakban is várja a látogatókat, és hát hogy a közösségi tereket, a Pannon köztér és a Jutas köztér is tovább fog működni, és azok a kis közösségek, akik otthonra találtak, és a kisebb rendezvényeiket meg tudták rendezni ezeken a helyszíneken, azok örülhetnek, hiszen a továbbiakban is működni fog, és a helyi közösségeknek az otthonául szolgál majd. A Digitális Tudás Központban továbbiakban is találkozhatnak programmal, hiszen hosszú távú célkitűzése a városnak, hogy a digitális kultúra és a digitális programok mellett leteszi a voksát, és aki a gyerekek és felnőttek egyaránt, de akár családosan is a Digitális Tudás Központban bejelentkezhetnek programokra, ahol a robotikával, a 3D-s nyomtatással, a programozással is megismerhetnek. És hát a Fenyvesmalom, ami azt gondolom, hogy Veszprém kultúrájának egy nagyon érdekes szegmensét mutatja be, hiszen a Séd mentén több malom működött a múltban, ebből egyet nagy elhivatottsággal élesztettek föl, és ott a malomkultúrával, a kenyérkészítéssel, ehhez kapcsolódó kézműves tevékenységekkel ismerkedhetnek meg, és ez egy olyan attrakciója lett Veszprémnek, ami azt gondolom, hogy hiánypotló. Ahogy polgármester úr is említette, a Lackó Dezső Múzeum új állandó kiállítása fog nyílni február végén, és azt követően továbbiakban ugye az Ember a rács mögött börtönkiállítás. Ez egy történelmi és társadalmi korrajz lesz az ott raboskodók életén keresztül, a bűn és a büntetésnek a történetét, ehhez kapcsolódó dilemmákat és társadalmi kérdéseket fogja boncolgatni. Ez egy turisztikai attrakció, de nem önmagában, ez egy edukációs szintér lesz. Azt gondoljuk, hogy az iskoláknak, osztálykirándulásoknak egy kiváló helyszín lesz. Itt mindenféle rendhagyó történelmi órákat, filozófia, pszichológia órákat lehet tartani és foglalkozásokat, hiszen olyan híres
veszprémiek, illetve nem veszprémiek raboskodtak itt, mint például Brusznyai Árpád, vagy pedig Mindszenti Bíboros, vagy akár a Bakonyi Betyárok, úgyhogy ez a tavasz folyamán szintén megnyílik, illetve a Kód Digitális Élményközpont, ahogy polgármester úr is említette, és ez azért is nagyon fontos, mert a digitális kultúra által azt gondoljuk, hogy sokkal közelebb hozhatjuk a hagyományos kulturális értékekhez, mint például a képzőművészet, vagy a tudományos folyamatokhoz a fiatalokat, illetve a kultúra iránt kevésbé érdeklődőket. Ez, és ementén, az élményközpont mentén egy kódlebet, egy olyan digitális alkotó műhelyt szeretnénk létrehozni, ahol a legnagyobb digitális művészek tudnak együtt alkotni fiatalokkal, a Pannon Egyetem diákjaival, más egyetemistákkal, nemzetközi kontextusba tudunk helyezni témákat, úgyhogy meggyőződésünk, hogy ementén egy olyan kulturális kreatív laboratórium jöhet létre itt Veszprémben, amely bekapcsol minket a nemzetközi vérkeringésbe. És nem utolsó sorban a következő év feladata a monitoring feladat, tehát azt megnézzük, hogy Veszprém az elmúlt időszakban számokban is kifejezhetően milyen változáson ment át, és ezt követően egy kérdőíves felmérés fog végigmenni Veszprém városán, illetve fogunk csinálni mély interjúkat, fókuszcsoportokat, és ezzel fogjuk tudni lemérni a változásokat, és az Európai Unió számára, illetve a közvélemény számára is egy összefoglaló dokumentumot, illetve eredménykommunikációt fogunk véghez vinni. És hogy egy kicsit visszatekintsünk akkor arra is, hogy Veszprém az elmúlt időszakban hogy teljesített nemzetközi viszonylatban is. Ugye a nemzetközi Liszt intézeteken keresztül 16 országban egy nemzetközi roadshow-n vettünk részt, hogy népszerűsítsük Veszprémet és a Bakony-Balaton régiót, valamint az Európa Kulturális Fővárosa programot, és azt gondolom, hogy a számok magukért beszélnek, hiszen 1000-nél is több újságcikk jelent meg Veszprémről és az Európa Kulturális Főváros, 45 országról, ez turisztikai, gasztronómiai és fesztivál ajánló is volt. Azt hiszem, hogy talán, hogyha egy példát említsek, hogy Georg Steiner említette azt, hogy ha valaki a magyarokat akarja megérteni, akkor Veszprémbe kell ellátogatnia. Nagyon-nagyon sok delegációt fogadtunk, 1000-nél is több fő érkezett hozzánk 40 országból, turisztikai újságírók, és különböző hivatalos delegációk, akik szerették volna mind megérteni a programunkat, hogyan épült föl, és szerettek volna tanulni tőlünk, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a nemzetközi bemutatkozásunk igen jól sikerült, és azt gondolom, hogy a jövő évben, tehát ebben a 2024-es évben is szeretnénk ezt a nemzetközi figyelmet fenntartani, arra a legjobb ez a mostani együttműködés. Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális diplomáciáját felelős helyettes államtitkáraként ma itt lehetek Veszprémben ezen fontos eseményen, ahol egy izgalmas koncepció, egy ígéretes együttműködés lehetősége hozott össze bennünket a város vezetőivel. A Kulturális és Innovációs Minisztérium 2022. május végén vette át a külföldön működő Magyar Kulturális Intézeti Hálózat szakmai irányítását, amelynek első intézményeit, a berlini és a bécsi Collegium Hungaricumot Klebersberg Kuno, egykori kultuszminiszter éppen 100 évvel ezelőtt hozta létre, lerakva ezzel egy markánsabb magyar kulturális diplomáciai jelenlét alapjait a világban. Ezt a hálózatot, amelynek nagyobb része Európában található, de mára Észak-Amerikát épp úgy elérte, mint a Távol-Kelet több országát, a Liszt Ferenc nevét viselő 26 intézet alkotja. A magyar kulturális diplomácia zászlóshajóit jelentő Liszt intézetek több fontos feladatot végeznek. Nagyon fontos célunk az úgynevezett soft power korában, hogy Magyarország érdekérvényesítő képességét értékeink minél szélesebb körben való bemutatásával is erősítsük, minél több külföldi ember számára megmutassuk kultúránk sokszínűségét, erősítve ezzel Magyarország jó hírét.
Éles versenyről van szó ezen a téren is globális szinten, és gazdasági, tudományos, de akár politikai érdekeink érvényesítése számára is kulcsfontosságú, hogy az élmezőnyben végezzünk. Erre kultúránk gazdagsága fel is vért ez bennünket. Kulturális intézeteink képesek hidat építeni hazánk és a világ többi országa között. A 24 országban működő, évente több mint 2000 kulturális rendezvényt megvalósító külföldi magyar intézetek megkülönböztetett szerepet játszanak a magyar kultúra, oktatás és tudomány kimagasló teljesítményeinek nemzetközi megismertetésében. Hasonlóképpen komoly értéket képviselnek a világ több országában élő, számottevő magyar közösségek identitásának és kulturális örökségének megőrzésében is. Egy izgalmas, a kulturális diplomácia terén zajló kooperációt kiterjesztő elképzelés hozott most minket Veszprémbe, abba a városba, amellyel a Kulturális és Innovációs Minisztérium együttműködése hosszabb időre tekinthet vissza. A most aláírandó megállapodás egyenes következménye annak az eredményes közös munkának, amelyet a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa programsorozat megvalósítása érdekében végeztünk. Első egyeztetéseink már 2022-ben elkezdődtek, és ezek eredményeként 2022. novembere és 2023. májusa között egy 17 állomásos roadshow keretében a külföldi kulturális intézeteinkben bemutatkozhatott a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa projekt. Igyekeztünk az egész intézményhálózatot New Yorktól Kairón át egészen Pekingig csatasorba állítani az EKF nemzetközi népszerűsítése érdekében. Az EKF csapatával folytatott kiváló együttműködésünk révén több olyan sikeres esemény valósult meg, amelyek hírét vitték a városnak és a Balaton térségének szerte a világban. A külföldi közös programokon túl 2023. július 7-én a Liszt intézetek és a KIM kulturális diplomáciával foglalkozó munkatársai a helyszínen tapasztalhatták meg, milyen az itteni, a veszprémi vendégszeretet. A kérdéses napon ugyanis a város és az EKF meghívására itt tartottuk meg éves kulturális diplomáciai értekezletünk második felvonását, amely jelen voltak a 26 kulturális intézet igazgatói is. A szakmai egyeztetéseken kívül megismerkedhettünk a város kulturális intézményeinek vezetőivel, és este még egy fantasztikus kulturális programon is részt vehettünk a Magyar Állami Operaház előadásának köszönhetően. Kulturális intézeteink nevében szeretnék még egyszer köszönetet mondani a kivételesen kedves fogadtatásért, a szép élményért. Az elindult együttműködést nem akarjuk a Veszprém számára hatalmas sikereket hozó tavalyi évvel lezárni, hanem partnereinkkel szeretnénk további közös projekteket megvalósítani jövőben. Jelen megállapodás ennek a jövőbeli partnerségnek ad keretet. Nem titkolt szándékunk, hogy kulturális diplomáciai kapcsolataink és eszközeink bevetésével egyebek mellett segítsük az EKF további élését is az intézményesülő együttműködés keretei között. Fontos eleme ennek az építkezési folyamatnak, hogy minisztériumunk és külföldön működő kulturális intézeteink kiemelt célként tekintenek a vidéki Magyarország kulturális értékeinek népszerűsítésére is. Mostanáig csak Debrecennel volt hasonló kulturális diplomáciai együttműködési megállapodásunk. Nagy öröm számunkra, hogy Veszprém és a Veszprém Balaton 2023 ZRT is részt fog venni a jövőben abban az erőfeszítésünkben, amellyel igyekszünk ráirányítani a figyelmet egy-egy magyarországi régióra és annak kulturális turisztikai értékeire. Bízunk benne, hogy összhangban a város és a Web 2023 stratégiai céljaival a közös programok, projektek megvalósításán keresztül minél szélesebb körben megismerik majd külföldön az önök városát és tágabb térségét. Megalapozott a remény, hogy a közös munka eredményeként gazdagodni fog Veszprém nemzetközi kapcsolatrendszere is, amely számos területen hozhat további, az itt élő emberek számára is kézzelfogható eredményeket. Végezetül szeretnék még egyszer gratulálni miniszter úrnak, polgármester úrnak, vezérigazgatóasszonynak és minden munkatársuknak a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa projekt rendkívüli sikeréhez. Köszönöm az eddigi közös munkát, és kívánom, hogy a jövő további sikereket és eredményeket hozzon mindannyiunknak.